Így jössz kájtozni? Hát utána úsztunk, nem? Mivel nem lesz bikini felsőm, sajnos le kell vennem a felsőt. Kell a 3000 feliratkozó, azt már csöcsöket is bevetted, mi? Mindent bevetek. Véletlenül a hajón felejtem a fürdőruha felsőmet. Na induljunk már! Let's kite! Let's... Héten a Zsolt vett egy beach kite ernyőt, amivel a parton lehet gyakorolni a kitesurfezésnek az alapjait. Úgyhogy most kijöttünk már másodszorra, vagyis ez a második kite leszke, amit veszünk. Csak ezt most megörökítjük nektek. Ne számítsatok ilyen nagy vízben lovaglásra deszkán, ez inkább parton vergődés lesz egy gyerekeknek méretezett ernyővel. Rá kell érezni, hogy a szélbe hogy viselkedik az ernyő, és miután elsajátítottuk azt, hogy hogyan is viselkedik, hogyan működik maga az ernyő a szélben, akkor utána már könnyebb deszkával vízre menni, mert akkor már csak a deszkára kell figyelni, illetve hogy azon hogyan állj meg. Nem. Közel engedtem. Ez áll tuda. Persze. Figyelnek, csinálja megint. Na, no, várjál. Várjál, tudatoskám. Nyolcasokat próbálok leírni. Csak olyan mocskos a szemüvegem, hogy nem látok ki rajta. Pirított saj. Kurva jó. Jaj, anya. Hallatszódunk? Uh-huh. Nem kell kapcsolni a zenét? Beszélgessünk egymással, abban direkt bejelentkezés legyen. Mindegy.
Közben jó reggelt kívánunk mindenkinek. A mai nap megyünk az 560-as lagúnra. Egy alaposabb átvizsgálásra. Nyilván oda már nem lehet vinni a kamerát, meg mi sem lehetne vinni a kamerát, de semmi értelme nincs ott most. Én a hajóra akarok koncentrálni, úgyhogy bocs. Ha jó lesz, akkor úgyis látni fogjátok, még ha nem lesz jó, meg minek mutogassam. Lesz egy kis bolt, bevásárlás, aztán délután megvágom a videót. Nagyon jó lett ez a szendvics. Én csináltam. Ezzel elérted, hogy máskor is te csinálod a reggelit. Minden nap én csinálom a reggelit. Az nem igaz? De. Ne hazudj a nézőinknek. Ja, ha nem. Mennyi időt vesz szerinted igénybe az 560-as? Tehát, hogyha nem találok olyan kirívó baromságokat első ránézésre most így alaposabban, akkor egy hetet. Mert azért azt tudni kell, hogy ez az 560-as, ez egy villámkáros 560-as volt. Két vagy három éve belecsapott a villám, és a lagungyár csutkára minden kábelt kicserélt, új motor van benne, új generátor, új, amiben elektromosság van, minden új, de még a WC-knek a motorja is. Szóval az összes kábel ki lett cserélve, én most erőteljesen az elektronikára fogok rámenni, megnézem a kábel kötegeknek, a beszerelésének a minőségét, meg ezeket, hogy egyáltalán... Na, szóval eljöttetek. Kérsz kávét? Uh-huh. Látta? Uh-huh. Pincét! Fizetek! Ennyi. You've been down thinking about him again. I know that your heart's been broken. You should try and let it go and start being yourself. You, you. Zsolt elment az 560-asra megnézni a műszaki állapotát jobban, meg így felmérni egy-két dolgot. Engem már kirakott a kikötőbe, mert azért ez egy jó pár órát igénybe vesz, és nem akartam ott unatkozni, úgyhogy én most eddig elütöm az időt, azt még nem tudom, hogy mivel, de valószínű majd egy kávé itt, egy evéd amott, meghoztam kutyaszneket, mert itt a kikötőben egy csomó kóborkutyus szokott lenni, és tök kedvesek. Mindig oda jönnek, úgyhogy legalább tudok nekik adni valamit. Szóval most ez lesz, megpróbálom elütni az időt. Mutatok egy tök értelmetlen dolgot. Itt van mögöttem. Barbecue funk csónak. Egész pontosan. Van rajta egy kis motor. Ki lehet vele menni a vízre, és körbeülitek, és a közepén van egy barbecue, ahonnan ömlik a forróság. Van rajta napernyő, hogy ne tűzzön az arcodba egész nap a nap, meg a meleg, viszont hogy körbeülöd a barbecue-t, 5-6-an beférnek, vagy talán 7-8-an is, tök mindegy. Megszorul a forrósága a napernyő alatt, nem lehet élvezni egyáltalán. Kimennek egészen Santanáig, látszik rajtuk, hogy megrohadnak a hőségben. Nem nagy durva, azt hinne az ember, hogy tök jó, de amúgy abszolút nem nagy durranás. Most kitaláltam, hogy elsétálok a piacra, és vettek mangót, mert itt nagyon finom a mangó, és a piac az a Mangó Bay-ben van, ez a hivatalos neve, mert van egy hatalmas mangó vagy öbölben, ahonnan az emberek leszokták szedni a mangót, és megnézem a fát. És hogyha nincs rajta mangó, vagy túl magasan van, akkor bemegyek a piacra és veszek. Elhoztam magammal a Mekemet, de már megbántam, mert még nem vettem elő.
és cipelnem kell, és melegít meg. Ez mind mangó, de ezek még nem érettek. Zsoltot, hogy nem-e éhes, mert lassan ebédidő. És lehet, hogy viszek neki pizzát, nem tudom, valamit. Visszaértünk a hajóra, és mivel többeteket valószínűleg jobban érdekel az, hogy mit csinált Zsolt az 560-ason, mint az, hogy én mit bohózkodtam kint a parton, ezért holnap, amikor visszamegy újra a hajóra, akkor megyek vele én is, és le fogok videózni nektek megint egy-két dolgot. Ez az egyik. A másik meg, amit szeretnék mondani, hogy tegnap, amikor kimentünk beachkite-ozni, akkor véletlenül beleesett a tengerbe a hátizsáka, amiben volt a DSLR. És ennek a hatása egyáltalán nem elhanyagolható, mivel hogy egyre jobban fogynak az eszközeink, meg a gépeink. Ugye tavaly évvégén a Zsolt hazavágta a drónt, most elvesztettük a DSLR-t is, és nagyon-nagyon szükség lenne már egy kis Sony kompakt gépre, amiről pár videóval ezelőtt beszéltem nektek, aminek a megszerzését a Zsolt 3000 feliratkozóhoz kötötte, és még nem vagyunk elegen, úgyhogy hajrá, iratkozzatok fel, és tényleg jó lenne. Jó lenne, mert amit látjátok, mögöttem elég csúnyán ki van égve a háttér. Ezt a bejelentkezést is telefonnal csinálom, és ez nem annyira kerek. Úgyhogy kell az a gép. Úgyhogy iratkozzatok fel!